Sziasztok, itt Szindekvél Headquarters, és visszatérünk a Pokémon Glist-hez. Most ott nem pár sokban csatát, mondd, ezt látni fogjátok. Ezt valószínűleg később ezt a részt. Bemegyünk ebbe a Fighting Dojo-ba, vagy mi az Istenbe. Ja, utolsó város, amúgy. Szóval nem akarom mondani, de... De királyok vagyunk. Ah, szeretnék erről tudni. Oké. Szóval így gyakorlatilag EV-t trénelni tudunk. Akkor tréneljük a speciális védelmet. Na nézzük. Carlosnak itt a speciális védelme. Azt a Confuse Rain, nem igaz? Na nézzük, mennyit visz. Egész sokat. Pursuit, nem annyit, amennyit kéne vinnie. Remélem amúgy XP-t is ad, mert mondjuk az lenne jó, ha XP-t is adná. De XP-t is adott, ha jól láttam. Mi az Istened? Mindig ez az embryónnal fogsz jönni? Ó, te legalább újra híreltél. Pursuit nem visz annyit, hál' Istennek. Ha most is Confuse Ray, ez jó, mert hogyha átütünk rajta, akkor... nem ütünk át rajta. De most igen. Megint kinyírtuk ezt az embryót, nézzük, ad-e XP-t. És tényleg adott XP-t. Szörnyű. Round 3. Na. Gondolom itt amúgy csak Evolution-ökkel, mert ott a előtérvés volt egy így, szóval gondolom itt Evolution-ökkel tolják. Gondolom akkor speciális támadásnál Jolteon-t kell, támadásnál Flareon-t, Defense-nél Glaceon-t talán. És HP-nál meg Grifeon-t, vagy Speed-nél inkább. Mi az Isten, hány körös amúgy ez? 5? 5-öt mondtak, azt hiszem. Ójaj! A Psychic nem is fogja ütni. Istenem, akkor Surf. Confuse Ray, na nem igaz már. De a Surf átüt mindenen, tehát Carlos egy Isten. Carlos, két Surf átütött. Nagyon jó vagy. Aztán nem igaz. Most valahogy sikerült. De! Továbbra is. Carlos átütött mindenen. Itt lehet jól akkor kapódott trénelni, erre majd most már rájöttem. Hát ezek free XP-t adnak. Mondjuk 1000-be kerül, az is igaz. Gyerünk, Carlos! Basszus, most magadat ütetted. A Pursuit annyira sokat nem, hogy nem értem, miért a fénytetek kell nyírja. 3 fénytetek elég is lenne arra, hogy kinyírjon. Így viszont gyakorlatilag mindig én nyerek, pedig igazából neki kéne. De ezért jó, Carlos. Na, hány körös ez jó van most már? Nem igaz. Olyan speciális védelme lesz már Carlosnak, hogy hozzá se fognak érni, hogy meg az ellenfél veszít HP-t majd, hogyha speciális támadással nyúlnak hozzá. Most már komolyan mondom. Hát, nézzük már, meg Katud már 36-os. Round 7. Na mikor lesz már vége? Most már kezdem egy kicsit unni. De ebben a részben úgyis csak azt gondoltam, hogy szétnézünk ebbe a városba. Ó, egy kritikus ütés. Így még a fénytetek is hiába. Puszi, köszi. Carlos 46-os szintű. Speciális védelme annyira nem is nőtt meg, de megtanul. Akarja tenni az amnézsát, amit én még nem akarok neki megtanítani, szóval most már elég is lesz. Nem figyeltem amúgy, hogy mennyit nő a speciális védelme ezután a tréning után, de nem hiszem, hogy olyan sokat. Quick Attack, yeah, Surf. Hát Istenem, kurva jó vagyok. 9, szerintem akkor 10 körös szerintem most már. Most már legyen 10 körös, végig Carloson itten trénálni szegény. 1000 forint, mondjuk, vagy 1000 pokédollár, nem forint.
De már egy szintet lépett, és úgy van a következő fele. Szóval már ezt megérte, és Katód is lépett szintet. És szerintem mondjuk ez a tizedik kör lesz az utolsó. És Katódnak már nem fér vele még egy szint. Próbáljuk már ki most a Fire Blast-et. Ne csak szörfe, mert így kezdtek unalmasak lenni a csatáim. Mert ez kevesebbet vitt. Nem stab. Szóval inkább az erejük ugyanaz. Nem, mert még így a szörf erősebb. Sikerült is kinyírnom. Na most már vége. Igen. Hát köszönöm a lehetőséget. Nagyon kedvesek vagytok. Te? Ja, persze. Ővel is csatázni kell. Mindenkivel csatázni kell már manapság. These days hülye emberek laknak mindenhol, ez a Shadowból. Hát full swipe-al egyetem, hogy akartál meglőni. Tehát nem is értem, mire gondolsz. Na, Scrafty kis mocsok. Ott a speciális védelem. Play Rough. Jól láttam, Play Rough-val támadott. Hát akkor hülye. Nem az a hülye, hogy a Play Rough-val támadott, hanem az, hogy utána Scary Face-szel. 6 Pokémonja van, most látom csak. Easy Protect. Brick Break. Micsoda védelmem van. Carlos nagyon bestia. Full Restore a picsárba. Na, én azt mondom, hogy innen a Psychic többet ér. Brick Break az igen. Nem ér többet a Psychic. Ha te használtál egy Full Restore-t, akkor én is használtak egy Hyper Potion bocsika. Geléd meghalva. Na nézzük ki a következő ellenfelem. Következő ellenfelem Heraklósz. Arra maradok. Ilyen szinten szerintem még mindig nem tudod a Megahornt. Hát nem is. Egy Fire Breast az a safe. Gyönyörű. Szépen csinálta Carlos, esmételtem. Breloomra ugyanúgy maradok. Shiny Breloom! Demit, kibaszott jó, akarok egy ilyet. Bár persze egyből megöltem, de... Infernape-re is maradok. Hát Carlos! Carlos és a harcos típus, yeah! Carlos egy bestia. Maradjunk annyiba. Aztán. Infernape valahogy túlélte. Hát én se tudom, hogy. De utána belehalt ebbe. És Machamp. Ez az utolsó Pokémonja. Machamp-elem van egy jó bevált módszerem, a Psychic. Nem is nyírta ki egyből. Azt hiszi, hogy őnek is van ellen a módszerem, de nagyon nincs, mert Carlos egy vadállat. Kaptam egy Blaziken-t! Na, jó van, akkor... Azt hiszem elkezdődött a játék itt a vége fele. Megdobtak Victinivel, megdobtak Blaziken-nel. Hát azért megdobhatnának még pár ilyen Pokémon. Na jó, én most a Pocket Centerbe hílelek és le is csekkolom a Blaziken-en. Nem minden nap kap az ember Blaziken-t, maradjunk annyiból. Gyakorlatilag, ha belegondolok, nézzétek. Nem is ezt akartam. Belgondolok, megvan a fűstarter, a vízstarter, és a tűzstarter a Hoenn régióból. Ráadásul 40-es szintű Hoenn. Ez jobb, mint Chinchou, vagy mint Lentel, vagy akármi is már. Hát először inkább veled. A harcos típusoknak nem volt esélye ellenem. Nekem sebességem van és erőm, hogy legyőzzem őket. Hát kibaszott jó vagy te, Jolteon. Itt szörfözök még egy picit. Megnézem itt mi van. Nagyon semmi különös nem volt. Vagy te innen szóltam hozzád és odafordultál. Hülye! Hülye! Hülye vagy! Na jó, szóval...
ezekben a házakban eddig nagyon semmi nem volt. Na. Na, egy TM40. Aerial Ace, az jó. Aerial Ace-t ki tudja megtanulni, Aerial Ace. Szerintem... Csőrmester meg is bírja, és neki meg is tanítom, mint a picsa. Melyik helyett? Hát Metalcrow helyett. Ez most egyértelmű. De ő is jó lesz így már a harcos típusok ellen. Főleg ilyen speciálisabb védő harcos típus ellen. Na nézzük, itt még miket kapnak. Vagy... Jó, ja, akkor... Darkwood Formacy. Aha. Berry Juice, semmi láva. Láva kukja az egész jó. Mumu mélyből veszek 10-et. És láva kukiból is veszek 10-et. Ezek amúgy jók, hát ez úcsó. Sokkal. De a friendship-et az csökkenti, de kit érdekel a friendship? Oké, jó. Waterfall Quartz. Szóval ide már kéne a Waterfall. Hát itt vissza tudok menni a kezdetére, és Percy. Akkor már csak te maradtál ebből a városból. Na let's go, még mindig kilávád van. Simony, tudhattam volna, hogy te lesz az utolsó, aki elérsz ide. Én abban reménykedtem, hogy csatázni fogunk. Te kész vagy most a csatára? Na, igazából ja, szóval, na. Gyere! Múlja ki lába. Gyere, te kis pöcs! Na, várjál, Szindakvi, gyere, nézd, Ótonak! Nézd! Azt mondja! Ugye? Gyere, csatázzunk! Nem leszek képes legyőzni engem olyan könnyen, jó van? Na, Szindakvi, te mi a véleményed a kvilávákról, mert... Azt tudom, hogy már olyan 4-5-öt legyőztél, mert jó vagy, de... Mást nagyon nem tudok elmondani. Shadowból... Az tökéletes. Most lehet nem tudom használni a Death Psychic-ot. Ne. Scraggy! Azt a mekkora bestia! Még át se alakította. Látod milyen hülye ez a Percy? Nem kéne. Mének trik? Na, ennél fogok cserélni szakra. Na látom az Electrike-od átalakult, de ez már lehet múltkor is. Earthquake. 39-es szinten vagy és legyőzted ezt a gym leader-t. De biztos viccesz velem. Gardevoir. Ő is kap egy Earthquake-et, a Psychic az anyád. Jaj, hát ő már 40 szinten van, mondjuk egy 40 szintű Gardevoirral lehet elintézte a gymet. Talán elhiszem. Talán. Jó indulattal és nagyon talán. De akkor csak 5 Pokémonod van, és 5-40-es szintű Pokémonnal. Hát majd mindjárt meglátom, hogy el tudod. El lehet-e egyáltalán intézni 5-40-es szintű Pokémonnal ezt a gymet. Hogyha ebből egy kintárt lesz, akkor azért megrohadhatsz. És akkor kiláva csőrmester ellen, ez már egy régi harc. Kvikötek. Hát én most legszívesebben elmennék innen és nem folytatnám. De... Mivel odaadtad így a Waterfallt, így azért megköszönöm. És le is győzöm most ezt a gymet, de... Hú... Gusztustalan volt, amit te műveltél. Egyszerűen gusztustalan. Nézzük ezt a Hitmonlee-t, mire képes az ő Psychicum ellen. Hát ő 39-es, tehát itt... Tényleg mind Percy köbül annyit érnek. Hitmonchan is 39-es. Meg a páncsa alig vitt valamit, cserébe én megöltem. Köszönöm. Nem tudom, hogy itt hány ilyen laptréner van, de én ma reménykedek abba, hogy tényleg elintézzük végre ezt a gymet. Vagy nem végre, utolsó gym, és következő részben akkor Victory Road meg ilyenek. Victory Road meg Tunod Liga. Ennyi van már csak hátra ebből a játékból. Azt már nem ma, ez már következő nap. Ma este van. Amúgy is 2 perc van mából, szóval ezt a részt már
két napig fogom csinálni, mert elkezdtem most holnap fejezem be. Már elkezdtem ma, de holnap fogom befejezni. Na mindegy, de mindegy. És már látjátok úgyis, hogy az ablakon se süt be a nap, szóval... Ja. Yeah. A két primépet eléggé gyorsan elindítasz, és katód is már 39-es, szóval katód is eléggé gyorsan fejlődik. Most ezekre nem kommentálnám, mert igazából nagyon úgysi a taktikám, tehát Psychic, esetleg még egy kis Psychic plusz, néha megyünk dolgok egy Psychicot is. Szóval ez a taktikám, nem nagyon egetrengető, Carlosnál 48-as. A Tunod Ligára már jó leszek. Na, még mindig vannak csicskásaid. Tök mindegy igazából. 40-es hitmontok. Rád az a taktikám. Kicsit változtatom a taktikámon, mert a Psychicot nyomtam. Tehát látjátok a fejlődést. Az megkérdőjelezhetetlen egyszerűen. Mondjuk már csak két Psychicon van, tehát... Na. Ez a hitmond sem így eléggé durván el is intézett volna, ha nem lett volna még egy Psychicom, illetve még kettő, mert ezt az egyet elszem a hitmondlíre. Ja, bitch, 69 HP-n van. Nem akarom mondani, de... Na. És akkor, nálad van kettő egy macsok. Szerintem most, hogy már fogyott a Psychicom, a Surf lesz a taktikám. Az is ugyanúgy egyből megölte. És Machamp. Na nézzük, Csőrmester Ariel Ace mennyit visz. Kipróbálom. Ja! Ja! Én kértem elnézést, bocsánat! Bocsánat, nem gondoltam volna. Gyors heal és visszajövünk. Méghozzá, hát betették volna igazán a gym mellé a Pocket Center-t. Joe-nővér neked amúgy általában sok dolgot szokott lenni, mert a játékból ítélve, mire idejek az emberek a 8. gymet, szét fogják sweepelni. Pláne úgy, hogy előtt a látózban megtudták, hogy mi a úgymond legnehezebb gym, tehát minimum egy pszichó és egy repülő típust hoznak magukkal, vagy ugye csak egy pszichó, de Tyson a nézők. He! Szóval egész eddig el tudtál jutni, nem olyan rossz. De én önmagamban egy ligában vagyok, egy más szinten vagyok, mint itt a többiek. Remélem, hogy készen állsz arra, hogy szembenéz a legkeményebb gym leaderre Tunod régióba, mert nem sokára csatázni fogsz vele. Hát jó, na nézzük. Van 5 Pokémonod, és egy Hitmonlee-vel kezdesz, 43-as szintű Hitmonlee. Erre van egy jó bevált taktikám. Az a neve, hogy Psychic. Tehát köszönöm szépen, a taktikám be is teljesített, katód 40 szintű. Lucario. Lucario-ra van egy még annál is jobb taktikám. Isza. Nem akarom bent hagyni Carlos-t, mert vele is ki tudnám nyerni, tudom. Psychic-kel is, Fire Blast-tel is, de minek, hogyha sporolhatok PP-t is akkor. Scrafty. Na, Scrafty-vel vannak itt a gondok, de Csőrmester fog elintézni. Nézzük az Ariel Ace mennyit visz. Nem vitt olyan sokat, és növeli a speedjét is. De hát sem kikesz félelmetes, úgy is volt. Blue Light a következő, aki megpróbálkozik. A Surfer. És a High Jump Kick nem éri, aki meg Blue Light egy bestia. Köszönöm. Conkeldurr, hát ellenősen vissza lehet hozni Carlos-t, és szia Carlos. Psychic, into your face, Conkeldurr. Szerintem te vagy a fő Pokémonja, te kis Conkeldurr. Tudtam, hogy Hyperpotit fogsz csinálni, ezért Psychic voltam újra. Ami így meg is ölt egyből. Gollád, az utolsó Pokémon a 43-as szinten, Shadow Bolt megérdemel. Mondjuk igazából tudhatsz Leaf Blade-et, talán még mindenkinek meg tudjuk tanítani. De így, hogy Ice Punch-ot hívtál itt, ez jelentéktelen most már. Tyson, eléggé könnyen lenyírtalak. Megkaptam Clubber Badge-et,
ami meg, ami, már most már tudom, aztán Hotep volt a csatán kívül is, és most már betök lépni a Tunod ligában, nem is emlékel, nem is említ, vagy nem is szólva arról, vagy nem is említvén azt, hogy kegyetlenül jól néz ki ez a járvény. Plusz meg a TM0-et is megkaptuk, ami valószínűleg a Focus Punch. De nekünk ez már megvolt. Csak ezt, ez az egyre. Miért adják oda kétszer a TM-eket, hogyha... Na. Itt van Dragon Crew, azt se tudjuk használni. Focus Punch. Ezt Iszap meg tudna, meg Kábasz is, de Kábasz már mindent meg tud tanulni, mert Beast Days, szóval... Akkor... Egy gyors Pocket Center, és meg utána megnézzük, hogy hogy is néz ki ez a jelvény. És egy kis gyors team recap így. Hogy hívják ezt Victory Road előtt? Először is. Első és legfontosabb dolog. Nem ez. Nem is tudja mindenki megtenni, de Iszap meg tudja, a Squad helyet meg is tanulja. Szóval... Team recap. Carlos... 48-as szintű... Nagyon durva defense-el és speciális támadással, meg inkább meg HP-val. Psychic Sphere, Fire Blast, Shadow Ball, gyönyörű. Skull... Csörmester az Emporium 46-os szinten, Skull Dice, Beam, Leaf Blade, Aerial Ace és... Jó a speciális támadása neke is, meg a védelme. Oké. Okay. Earthquake, Waterfall, Spall, Ice Beam, Iszapnak a mozdulatai 48-as szinten. 163 HP, 140 támadó erő, szóval na. Következő Lantern, aki katód, és 156-os HP, azt nézzétek, és ő csak 40-es szint. Nagyon durva HP, és azért a speciális támadása és védelme se gyenge, az már most látszódik. Thunderbolt, Surf, Spark, Ice Beam, amiket tud. Blue Light, Skull, Surf, Shadow Ball, Ice Beam, és azt a speciális támadást és védelmet és HP-t nézzétek. Kb. Mindegyik víz Pokémon erre épül, kivéve, de ez már csak 127-es defense van. És a speciális támadása se utolsó, csak úgy mondom. Surf, Rock Smash, Ice Beam, Rock Tomb. Szóval ezeket tudják, na nézzük meg az összes jelvényünket. A Jolt Bashed Meme, elektromos, itt sorrendben, elektromos, föld, víz, fű, jég, tűz, föld, és harcos, hát szerintem azért annyira nem néz ki jól, de ízlések és pofonok, ugye? És Carlos szörfözésével és Iszap Water folyával. Na, egy tag. Aki harcol is velünk, yeah. Vízben lévő tagocska. Harcol velünk Carlosnak pont kulőnk alatt, vagy... Psychic into your face. Köszönöm. Szóval... Le is jöttünk, és még veled is. Veled is akarok? Könyörgöm. De már három Pokémon van, Búzjellel kezdesz. Hát ezt egy Shadow Ball-al intézem el. Mi amúgy Lantern képessége? Fruits erre már becserélem Lanternt. Nézzük Katód és a Thunderbolt, mennyire durva. Agility, durva dolog. Gyerünk Katód! Aztán nem igaz. Vansát. Flutzel továbbra is. Újabb 1500 vagy mennyi XP-ért. Egy újabb Vansát. Az igen. Köszönöm Katód, jó voltál puszi. És akkor, ez itt lesz a Victory Road. Nem, Subfalls Cave. Hát ez eléggé rövidnek tűnik, szóval... Hát is megyük rajta. Hát azért Carlos-sza még ezt a bénettet kinyírom. És 49-es már Carlos, szóval abba kéne hagyni itten az XP génelést. Csörmestert hozom fel a helyedre. Úgyis 50-esnél tovább senkit nem akarok magam, mert könnyű lesz itt az Elite Four. Jó, mondjuk 54-es igazért lehet föl kéne.
Na nem tudom, hogy ez milyen hosszú. Benézek. Rövidebbnek tűnt. Ezért gyorsan nyomok egy... Reapet. Itt van meg Sleeper, jó, most ez lesz, tök mindegy. Na, oda föl lehet jutni? Persze, gondolom. Na! Tikit mit csináltok? Újabb csata? Legalább ezek a waterforros cuccokon jussunk át. Palitód, de cuki! Ilyet akarnék. Pláne, hogyha lenne az a képesség a Drizzle, akkor nagyon akarnám. Így azért két Leaf Blader intézi a neki járó dolgokat. Spolivres, őt meg Katód fog elintézni. Katód most, hogyha ilyen víztípusú trének lesz nekik, akkor Katód gyorsan fel lesz húzva, én ezt van egy olyan érzéssel. Na, ezt a kevesebbre erre van a spa. Csak kisebb HP-t kell elintézni. Gyönyörű. Nem tudom, hova vezet ez, szóval tényleg nem fogom sokáig csinálni. Ezért itt abba is hagyom. Innen fogjuk folytatni a következő részbe. Szindekvél és az erő legyen veletek. Sziasztok!